A videót a notebook.hu támogatta. Na hát, szevasztok, srácok! Hello, hello, hello! Hungaroring, itt vagyunk, Leo, val. Szevasz, Leo! Hello, hello, hello! Sziasztok! Hazai pálya! Hazai pálya. Hát, aktuálisan a csapatainknak nem, de nekünk igen. Úgyhogy, úgyhogy vannak itt azért opciók. Leo! Ó, már megint dumál ez a pöcs. Igen. Hogy állunk? VB szempontjából, igen, gondolod? Igen, igen. Kérlek szépen, hát Charles Leclerc, mint ahogy láthatjátok szerintem a kiírásban is, vezeti 83 ponttal jelenleg a táblázatot. Én második helyen vagyok 73-mal 10 pont lemaradásban, Patrick pedig 69 ponttal a negyedik, még köztünk van Verstappen, de hát köztünk is csak 4 pont különbség van, Verstappen 1 ponttal van, nagyon szoros a világban. Nagyon szoros. Szóval itt megint sok minden változhat ezen a futamon, és hát ja, durcika lesz. Srácok, rengetegszer írjátok, nem tudom, hogy Leónak is, Leónál is szoktam olvasgatni a kommenteket, egyébként ha valaki nem tudná, Leo is felveszi a videót, szemszögét meg tudjátok nézni a csatornáján, Leo Crow Motherfucker. Szóval, hogy sokan írjátok, hogy nagyon rossz taktikáink vannak, azért azt remélem tudjátok, hogy verseny közben, amikor ott ülsz az autóban, tök mindegy, hogy szimulátor, de akkor is azért nem könnyű ám kitalálni, hogy mi legyen. Szóval... Hát bizony. Szóval azért a Forma 1-ben sem sincs véletlen ott egy egész csapat, aki azt kitalálja, hogy mi a jó Isten legyen. Itt mi döntjük el abban a tized század másodpercben, hogy éppen mi legyen. Igen. Szóval nem egyszerű azért. Abszolút nem egyszerű, úgyhogy ezt így fogadjátok el, legyetek kedvesek. Mert igyekszünk, de hát nem mindig sikerülnek úgy a dolgok, ahogy azt mi szeretnénk, ezt láthattátok Azerbajdzsánban. Igen, hát az nekem nagyon durván sikerült. Na de hát itt az idő, most tudunk javítani. Bizony, ez egyébként egy nagyon nehéz pálya szerintem, nagyon technikás, én nem szeretem. Azért, mert nem vagyok rajta túl jó. Értelemszerűen, úgyhogy na, más bajom nincs vele. Tavaly előtt voltam a futamon, most nem leszek, de hát nagyon várom. Remélem lesz valami eső. Az azért fel tudja dobni. Persze nem nekünk itt a játékban. Megnéztem az időjárás jelentést, egész hétvégére napos időt írt. Igen. Úgyhogy sajnos ez a faktor kimarad. Hát azért meglátjuk majd, hogy Verstappennek lesz-e válasza. Basszus, előttem van Vettel, vajon elenged? Lecsúszunk. Hát a Lawrence Strollnak szólsz. Basszus, és elenged. Hát ez rohadt jó. Hallod, olyan elrontottam. Olyan látványosan félreállt, hogy azt el nem tudom mondani. Mint a valóságban. Előtte vagy a VB-be, úgyhogy muszáj neki azt tenni. Jaj, Russell, de aranyosan behúztad. Engem a Williams-esek valahogy nem szeretnek, én azt veszem észre ebbe a játékba, hogy... Hát ez nekem nagyon csak egy ilyen biztonsági kör lesz. Nagyon sokat hibáztam bele. Ja, és egyébként, srácok, mi nem fekszünk ám annyira rá itt a gyakorlásra, tehát egy órát gyakorlunk azelőtt, mielőtt ezt lenyomjuk, és ennyi. Szóval, hogy itt nagyon azt higgyétek ám, hogy azért vannak pontatlan, sőt, általában állam az összes féktáv szinte pontatlan, meg a csúcspontok, meg ilyesmi, mert nem fekszünk rá, hogy egy napot gyakorlunk előtte, vagy ilyesmi. Leo Madafak, hogy állsz? Mindjárt kiderül. 18-1. 18-1. Messze. De ahogy mondtad, biztonsági kör. Ja. Na, de hát én akkor cserélek egy gumit, aztán megyek még ki, mert még 11 perc van vissza. Jó. Akkor nézzük. Most kicsit össze kell fejben raknom újra a pályát.
1.17, 4.98 az eddigi legjobb. Verstappen is a 17. helyen van jelenleg. Igen. Mindenki ráment itt a biztonsági körökre, na de akkor nézzük. Megpróbáltam normálisan megkezdeni a kört. Hoppá! Már itt maradt benne. Lecsúszás volt. De sok hibám volt az elsőben, úgyhogy itt még javíthatunk ám. Oké. Okay. Basszus. Volt baj. Te is kint vagy, Leo? Igen, de már most jövök be, mert teljesen elkoptak a gumik. Hétkúmoskör, Jézus Mária! Mennyi lett ez? 16? 16.5. Ha hallod? Egy másodpercet, ha javítok, akkor az jó, oké. Okay. Fel nem miért? Neked mennyi? 17.4. Ó, hát nem vagy te messze. Igazából. Nem, azért mondom, hogy... rakok fel új gumit, aztán én is. Hallod? Kimegyek. Az első szektorom... az gyakorlatilag... vagy a második szektor, pedig pont azt nem érzem igazán, az lila. Basszus, ez komoly. És amúgy a gumik elég jó állapotban vannak, 4%-ra kopott. Az jó. Most nagyon sokat mentem, 12%-ot kopott, de én 7 kört mentem most körbe, tehát. Ez versenygumi lesz eléggé. Igen. Hardot nem is fogunk felrakni. Gyanús. Csak ha nagyon extrém eset lesz. Vagy majd meglátjuk ám. Mit ajánl, mert lehet azt ajánlja. De én akkor se, hardot egyszerűen én nem vagyok jó hard gumikon soha. Szerintem soft harddal végig lehetne menni egy kiállással. De... figyelj, szerintem soft mediummal is. De én ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy még az is simán. Na, miért nem megy ez a kocs? Hát nincs ers, nullám van. Ej, basszus. Nem merült. Jaj, Leo! Ez 20. 20-adik? Mhm. Ja, be is menti a pitbe. Fúha! Hát ez neked egy nagy kihívás lesz a koronan feljönni. Igen. De volt már hasonló helyzet. Volt, és volt már 17-ről másik hely is, tehát. Valószínűleg safety car is lesz egyébként. Ezen a pályán alapvetően. Szerintem simán összetörjük magunkat, vagy valaki. Úgyhogy van opció azért, Leo. Én voltam most a leggyorsabb. 8000-re van tőlem Okon. 24000-re Perez. 91000-re Fernando Alonso. Alonso, gyönyörű. Azt a mindenit. Ez szépen bejött. Na nézzük a race strategy-t. Aj, Istenem, Leo. És ott van. No way. Hát nézd! Hány kör? Mennyi lesz? 35 kör. 35. Üzemanyagot most, szépen lecsapjuk. Na most ez lehet ilyen 8 lágy, 20 médium, 7 lágy, és akkor két kiállás. Vagy 16 médium, 19 hard. Figyelj, én erre a médiumra rámegyek. Vagy neked hogyan van? Mit mondtál? Nekem tudod, hogy van? Ja igen, mert a soft, igen, neked? Nekem, én az izét azt nem is nézem az elsőt, mert az első az, hogy softtal indulok, ugye, nyilván, és 8. körbe hard és végig. Nem, igen. Én ezt nem adom be. Hanem, van itt egy olyan stratégia, hogy 6. körig megyek softtal, utána medium, és a 20. még egy medium. És ez 45
perc, 50 másodperc elméleti szinten. Jobb lesz ez így szerintem. Én ezt adom. Nem akarok hát, hárdani. Nem. A felzárkózás miatt nekem is jobb lenne a lágy dolgokat választani. Vagy pont nem. De a hárdal nem lesz tempóm. Á, azt engedd el a hárdot szerintem. Az semmiféleképpen nem szeretném. Eddig sem ment nekünk, srácok, úgyhogy... Nem. Két kiállás lesz. Oké. Okay. Viszont egy másodperc annyit változtatok, hogy médiumon szeretnék kezdeni, és lehet, hogy két softtal fejezem be. Damn. Meglátjuk, hogy meddig húzom a... ezeken a softokon az elején. De vegyes. Mert lehet, simán lehet, hogy tovább, mint amit ő gondol. Mert ő azt mondja nekem, hogy... mit mond? 8 kört mondott. Így azt mondta, hogy a hatodikba menjek ki, és akkor tehetem fel a médiumot. De ezt majd azért meglátjuk, mert hogyha a tempom nem lesz szar, akkor én ki nem megyek. Akkor húzom egy kicsit tovább. 35 felett 14. És ugye ez egy kopott soft, tehát magyarul, ha 12-ig, ha kibírja az ember, és felrak egy médiumot, ami meg új, tehát az eleve többet bír, akkor végig lehet vinni. Akár egy soft médiummal is. De akkor a softtal tényleg legalább a 10-12. Körig el kell menni. Hát, azért ez nagyon necces ám. Necces, de kivitelezhető. Nem tudom, mi van a torkommal mostanában. Na jó, hát meglátjuk. Izgalmas lesz, az biztos. Aj, de félek a forgásoktól, remélem nem lesz semmi probléma. Mindjárt meg vagyok most már. Még egy köhécsülés és kész. Na jó, figyelj Leo, mindenképpen kerüld el a rázókat. Mindenképpen. Igen. És akkor már sok esélyed megmarad arra, hogy nem fogsz megfordulni, megforogni. Nem, biztonságosan akarok majd itt feljönni. Én is abszolút. Arra gondoltam, hogy ha tehetem, szépen Verstappen, mert úgyis be fog indulni, akkor jövök vele együtt szépen, aztán átgázolunk valahogy. Hát tudja, hogy lesz tempója. Na hát hajrá. Kellenek a pontok, srácok. 69 ponttal a negyedik helyen vagyok. Így van. 73-mal én a másodikon. És első és utolsó nézetet láthatjátok. Igen. Na go. Mi a szar? Tudod, mit felejtettem el? Tükröt beállítani, basszus. Jaj. Engem két oldalról fasírba szedtek, pedig én direkt egyenesen mentem, nem tudom mi volt. De úgy néz ki, hogy eljöttem. Valamiért jobban kapták el a rajtam. Hogy jön, basszus? Erős azért az Alpi, 2-3. Hú, az szép akkor. Hülye van vagyok. Kemény 29 pontjuk, és a hetedik helyen állnak a konstruktőrből, úgyhogy... Na, túl az első körön. Hol vagy? 11. 9 autót sikerült. Az szép. Át rágnunk magunkon. Ja, egyébként most tudom, hogy így hülye
hülye helyen mondom, de képzeld azt, lehet jön az Istián velünk, közösen. Kedvet kapott hozzá. Nagyon adnám. Nem mondom fixre, de lehet, hogy jönni fog. Fú, nagyon-nagyon adnám. Úgyhogy... Istvánunkat. Azaz. És volt egy forgatásunk, aztán ott formaegyeztünk. Uh-huh. Volt a Bereznai Dani is. Uh-huh. És... Kedvet kapott hozzá. Helyes. Fú, egy kicsit össze kéne magamat szedni. 3/10 van tőlem okon. Jaj! Ú, de megijedtem. Azért se fogunk befordulni. Ilyen hülye hiba miatt. Megint a harmadik szektor lila, és ez idegesít engem, hogy az miért lila. És a többi miért nem. Nekem meg az a baj, okon annyira... Annyira, de annyira itt van még egy másodpercen belül. Valahogy ki kéne tennem. Aha, most éppen sikerült is. Oké. Okay. Nekem a ő haverom van itt előttem, és nagyon aranyosan védekezik, ugye Hamilton. Uh-huh. Tényleg, srácok, írjátok meg kommentben, mit gondoltok Hamilton múlt hét előtti? Igen, múlt hét előtti. Igen. Megmozdulásáról. Basszus! Kapni fogja a DRS-t. Megrekedtem a 11. helyen. Nem baj az, Leo. Jövök velük, de... Viszont első vagyok médiumosként. Tehát mindenki más lágyon van. Hát úgy mondjuk nem gond. Figyelj, ki fognak állni nem sokára. Igen. Igen, hatodik körben már nekem írja, hogy... Jó lenne kimennem. Jaj, az RS-nek bekapcsolva hagytam, basszus. Na, az veszélyes dolog. Igen. Á, köszi. Mondja a mérnök, hogy nice job. Hát Lewis Hamilton megelőztük, gyerekek. Nice. Sebastian Vettel volt előtte, nem is figyeltem egyébként. 9. helyen van Vettel. Nagyon sajnálom egyébként, hogy az Aston Martin idén ennyire visszaesett. Én azt hittem, hogy idén egy óriási nagy csata lesz, így Red Bull, hát szerintem mindenki azt hitte, de azért, na, kell nekik még az idő. De azért, hála Isten, Okon! Na. Basszus, megelőzött. Menjél csak. Azt hittem elfüstölt. Nem. Az Alpine szokott pedig. Nyithatom a DRS-t. Most két Alpine között vagyok szendvicsben. Ú, de agresszív voltál Okon. És akkor még ott van Fernando. De nem már, hát basszus! Ki ne forgasson! Hát igazából... Lehet egy kicsit nekikoccantam, de... Nem hagyott... Hát biztos hagyott helyet, mindegy. A lényeg az, hogy most egymással csatáznak, lemaradtak kicsit. Uh-huh. Nekem most nagyon nem kéne a csata. Nekem azt kéne, hogy tudjak még menni ezekkel a lágyakkal. Jó, de jó eddig ez a nagy díj. Igen. Oké.
Oké. Aha, pit window open. 6 és 10 között, ahogy érzem. Jó. Ó, van tesó, majd akkor. Megnézzük most az időt, az milyen lesz. Aha, már csúszkálós egyébként. Igen, és visszavettek, mert Fettelt sikerült egyből megelőzni. Tehát ott előjött szerintem a kopás. Hát figyelj, 20-30%-osak a lágy gumiaim. Nekem azért az annyira nem durva. Nem. A vadi új 10 médium. Na, a vadi új médium meg 10%-os, nem vagy csak mondom. Ezzel még bőven lehet menni. Meglátjuk okonék mikor mennek ki. Hopp, Gasly. Boxban. Csak Gasly? Okonék maradtak. Igen, csak Gasly. Aha. Akkor még mindenki úgy érzi, hogy lehet ezeken a szoftokon menni. 33%-os Leo. Az igen. Csak mondom, hogy kb. Ilyen 5% per kör. 5% per kör, 10 kör alatt 50%. Hát... 5-6%. 25. körig. Hát, de ez már korán sem olyan. 35%-osan. Sárga. Hopp, volt. Valami történt. Mi történt? Most a safety kijött volna. Nem láttam egyébként. Pillanatra volt sárga, csak szerintem valaki lement. Ott nagy csatába vannak. Lehet kiszorítósdit játszottak ott. Bottas a boxban. Okonék még mindig jönnek. Senki más nem. Stagnál igazából minden. Igen. Fettel boxban. Fettel is lágyakon volt, ugye? Igen. Mindenki azon van. Csak te vagy médiumon? Igen. Az komoly. Elkezdett csúszkálni egy picit. I know. Figyelj, már nagyon sokat veszítek ilyen 7/10 a második szektorban. De már stagnál a különbség, tehát hogy így. Lemaradtam most a bolyról egy kicsit. 41%-os. Ocon, Alonso, Perez, Pitt, Raikkonen, Pitt. Nem, Ocon nem. Norris is. Mindenki bejött így előlem. Ocon nem. Ocon van köztünk csak, igen. Na most kell megküldenem ezt a kört, mert akkor megyek ki én is. 5,9 másodpercre vagy tőlem. Hopp, sárgázna. Faszki! Azt vigyázz, a keresztbe, hogy a pár... Vigyázz. Safety car bejött, safety car. Azt a mindenit. Rajta maradtan az ERS-en sajnos. Basszus. Most a Deltára figyelni.
Basszus! 9. körbe. Mekkora hiba! Jó, ezt köszönöm szépen. Viszont büntit, úgy néz ki, nem kaptam. Fú, nekem nagyon jól jött ki ám most ez a safety. Há, hogy ne. Meg hogy nem tört a gumim. Nincs szárnyom. Na srácok! Patrik bácsi megcsinálta magának a... Csudád? Meg bizony. És ugye természetesen nagyon vigyázok. Úristenem. Jó, gyerünk. Fú, kijöttem. Baszki. És gyorsan kijöttem inkább. Egy friss médiumokra ráváltottunk. Jó van, nekem is ugyanez. Megcsinálták a szárnyat. Végére, ha minden igaz, akkor egy lágyat még felpattintunk, és így már 100%-ig jók leszünk. Hardot raktak fel a többiek, ők már valószínűleg így nem igen jönnek ki, de a végére borzasztó lassúak lesznek emiatt. Mekkora mákon van, hogy bejött a safety, most utol tudlak titeket érni. Igen. Ja, izé, mondtad, hogy a ers miatt volt. Ers, rázókőre, bum ki. Hát meg a gumi se úgy tapadt már, ugye? Igen. Túl sokat akartam abban a kanyarban. Na. Kint van még a safety? Persze. Jó van, akkor viszont... Most járunk a harmadik szektorba. Jó, itt vagyok. Hú, basszus, srácok. Közben lefordítom a telefonomat, hogy ne nézzem már, hogy mit írnak. Jó van. Hú. 25 okay. Kör van. Fű, basszus, és mögöttem itt van Fettel is. 19-re jöttem vissza. Ugye én 15-en vagyok. Azt a mindenit, srácok. Hát ott a hatalmas leszakadt szány darab miatt meg mindenbe be kellett küldeni. Versét. Fő. Mit mondta, hányadik vagy? Itt vagy előttem? 15, igen, aha. 15. Első helyről 19. Baszik, inkább viszont... nem megyek mögöttük, mert hallod, ezek dilók. Igen. Viszont itt még jönnek ki, mert a 10-től felfele levő csapatból, ugye egyedül csak én jöttem ki, akik médiummal indultak, ők nem jöttek ki, és még nagyon sokan ott vannak előle miatt. Okon kijött? Igen, ő hardon van. Aha. Meglátjuk. Jaj. Mennyit bírhat ez a... Ezért, medium. Az is egy jó kérdés, mi? Hát, igen. Mondjuk így, hogy most 4 kört ajándékba kapunk. Így a safety car alatt, hogy ne kopjon. Nem... Lehet, hogy végig le... de nem. Bejön akkor hoppa. A safety car. 20 kör. Nem lenne elég. Kidurranna. Szerintem pont kidurranna a végére. Hát, meg ott azért az már olyan tempó veszítés lenne, hogy... Igen. Mindenképpen még kikérni. Veszít egy kis rádiócsend most, rácok, mert ezt valahogy vissza kéne hoznom. Na, akkor... És akkor let's go racing.
Hát figyelj, ebben a körben azért nem érkeztem rájuk nagyon meg. Még hideg a gumi, óvatosan kell menni. Jaja. Én is nem is kockáztatok, hogy itt beesek, mert nem szeretném csúnyán végezni. Igen. Illetve a legfontosabb, amit mondta, hogy rázókövön nem gyorsítunk ki. Bizony. Gyerünk! Uff, Leo, látom már. Triszkizel. Igen, már most meleg a gumi, most sikerült előzni kettőt. Oké. Most okos engedsz, ha már szenved alap volt itt nekem most. Nem rosszabb vele. Az komoly. First step-en megérkezett. Nem tudom, milyen gumit rakhatod fel. Oda tartja fel itt a sort, nagyon. Baszki. Csak most lesz DRS. Jó, rejtjön a pipa. Hányadik vagy? 12. Szép. Tudod, esik hátra. Alonso és Gasly már elmen neki. Kopott médiumon nem tud menni. Rejkönünk kicsit beraktam orrát. Ez milyen aranyosan nézelődik. Úgy, de nem tapad neki az a hard. Úristen, körbe lehetett kívülről autózni. Tudod, meg csoda, hogy el tudnék fordulni. Semmi nincs abban a gumiban már. Gyerünk, Norris! Akarom a positionod. Baszki, ezt nem hiszem el! Túltoltam, Leo, túltoltam. Nem, én voltam a pöcs. Ajajaj, srácok, ajajaj. Nem járunk a felénél. Ezt nem hiszem el. Erről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy milyen technikás ez a pálya. Vannak olyan, egyszer így veszed a kanyart, egyszer úgy, és annyival másabbul tudsz. Igen. Rajta menni. Az a baj, utolsó érem most a mezőnyt, érted? Jártunk már így egyszer a médium gumival, hogy nem is tudom, 8 vagy 10 kör után kezdett el működni.
úgy igazából. De akkor meg már késő volt, emlékszem, hogy utolsó pár körre indultunk be nagyon. Szokásos harmadik szektor lila. Többi meg piros, tehát. 5 másodpercből 3-3-3-4. Kettő, hat. Kettő, három. Muszáj most megszívnom magam és mennem, mert... Igen. Nagyon gyilok az összes rázó. Főleg ezek a fehérek, ezek azonnal mihaint. Pit, Russell, Leclerc. Szerintem jönnek ki a médiumosok, akik azzal indultak. Jaj, Fettel, ne szívass már be! Úgy volt valahogy, az időmérőn elengedtelek, itt nem foglak. Ja. Oké, valamit kell kezdenem. Felénél járunk a futamnak. 15. Én egyelőre 6. Még lesz nekem is egy kiállásom. De miért ragaszkodik mögöttem a versenyívhez? Komolyan. Kiszorítom a nem ideálisra, hát ez van, hát most... És szokták. Hát persze. Nem tudom, ki lehet az első, Alonso a második, Gasly a harmadik, én a negyedik vagyok. Nice. Az elsőt nem látom, hogy ki lehet vajon. Valaki, aki még nem volt kint. Igen. Jó van, gyerekek. Ó, Istenem. Ki lehet a leggyorsabb kör? Enyém. Igen? Jó, van Hamilton. Találkozunk mi még. 27. körbe kell kijönnöm a lágyra. Huszonhetedikben? Igen.
Ez komoly. Addig még el kell lavírozni a médiummal. Nekem mindenképpen be kell jönnöm, mert ugye két médiumot raktam eddig fel. És azzal nem lehet befejezni úgy. Persze. Basszus! Ugye aláírnám, ha most azt mondanák, hogy ennyi. De a negyedik hely nekem tökéletes lenne. Uh-huh. Szóval nem tudom utolérni. Caution? Caution? Azt a rohadt teget! Jó! Oké, hallod? Sárga alatt előzte. Úristen! Azt a reflexet! Bottas kiesett. Kifüstölt. Kifüstölt Bottas? Visszajött a versenyívre Hamilton elé, meg szorosan Hamilton mögött voltam. Hallod, fűvön előztem meg mindkettőt. Istenem. Nem hittem el. Jesszusom. Közben kiderült ki az első. De nem vette, nem mondta, hogy adjam vissza a pozíciót. Lehet érezte, hogy ez egy veszélyes dolog volt. Nem, sajnos sárga zászló alatt téged is megelőzhet az AI, és nem szól érte. De van, amikor meg igen. Van, igen, van olyan. Okon barátod vezet. Gondoltam. A második. Gondoltam. Well, ez nagyon Alpine 1-2. Hopp, caution van megint. Mi történt itt? Szerintem ugyanúgy ott van még Bottas. Ja, nem, igen, ott van Bottas. Jesszusom. A kis nyugodt életembe belett. Fuvalkodott. Hát ezt majd nézd vissza, hogy előztem meg. Mindenképpen. Gyerünk, Norris-t el kéne kapnunk. Közben itt vagyok már a 9. helyen. Na, szép. Egy te kár, hogy ki kell jönni. Igen. De még sok ez a 13 kör. Nagyon sajnos. Hát ha Alonsoék még ezt lenyomják a hardon, hát nem lesz abszolút semmi tempójuk nem lesz. Kérdés, mit fogunk tudni majd mi szoftokon? Nekem jó. Van egy full set softom. Nekem is. Nem volt már rá idő, hogy cseréljek. Ezért lecsekkoltam, úgyhogy nem used, new. Én is majd mindjárt megnézem azért. Azt a mindenit. Hoppá. Majd a szoftokon lesz a dűrögtetés. Igen, én szerintem is ráadásul, hogy ez pont a vége a nagy díjnak, ürülnek az autók. Jó, oké. Okay.
Alonso-t megcsíptük. Okon 2,8. Opa! Hoppá! Hoppá, hoppá, hoppá! És Tánci. Ahogy ismerem az AI-okat, hárdon. Igen, 20 körös lá hárdon, igen. Az a kedvencünk. Gyere már, Norris, na! Hát a cél egyenesben lesz egy Fernando is faster than you. Ahogy látom, nagyon jön. Egyszerűen nem érem utol Norris-t. Hardokon van természetesen. Hát mégse jön neki. Hát szerintem rohadtul nem. Biztos, hogy nem jön neki. Azért megy ilyen lassan Okon is, meg Alonso is, mert lehet, hogy spórolnak. Szóval Norris, nem, egyszerűen nem érem utol. Pedig ez már egy jobb tempó volt. Mi a legjobb köröd? 1.20 4.77. Bazzeg, nekem 4.93 volt. Akkor csak pár ezred. Áj, Norris! Kéne még néhány tized. Kell megnyomni, mert lassan jövünk be a softtér. Hányadik körben? Szóval 7. Egy-egy, Norris. Bírni fogja az? 7 kört? Újonnan? Fogja, igen. Még a időmérőn is mentem annyit vele. De tényleg. Azon nem lesz baj. A 19. helyre jövök vissza elvileg, utolsó hely. Azt a mindenit. Bizony. Te? Hát, ja, nézzük. 16. Nem tudod, hányadik körben volt itt a nagy kiállás? Nem. Nem, mert itt meg... volt bolondulva minden. 9. környékén. Tudom, hogy a te eseted az 21. körbe volt, azt majd meg akarom nézni. 21. Igen, akkor volt a kikerülő manővered. Ja, nem az. Tudom, csak a safety. Azt megjegyeztem, hogy a 21. körre majd kíváncsi leszek nagyon arra a füves momentumra.
Körülötted mindenki hárdon van, mi? Igen. Ajajajajajaj. Nem tudom, mi legyen. Nem tudom, mi legyen. Na, hárdok se lesznek már jók. Hát nem bizony. Box this lap. Na. Ugye biztos. Ajajajajajaj, srácok, gondolkodok. Na látjátok, ez az, amikor ugye vezetés közben kéne kitalálnod, hogy mi legyen. Amikor nézed a videót, akkor könnyebb. Nem kell azzal foglalkoznod, hogy vezess is közben. Igen. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nem, 16. Annyit írt. És most gázolás. Át a mezőnyön. Ami a csövön kifél. Fersteppen ott van valamerre? Nem látom. Nem mertem tovább húzni, mert még kell kör, hogy észhez térjen a gumi is. Hány százalékos volt? Pokol. A médium? Fogalmam sincs. Nem tudom, nem néztem meg. Úgy voltam vele, hogy úgyis le kell dobnom, ugye, mert két médiummal nem fejezhetek be futamot, de szerintem tudott volna még az menni. Figyelj, Leo, én azon gondolkodok, hogy nem megyek hogy nem ki. Jól, jól csinálod. Én is így csinálom a helyedben. Tudod miért? 32%-os és ilyen tizedik környékén volt a gond. Érted? Így, 9. körbe volt a izi. Így van, így van. És most, ha kimegyek full utolsó... Igen. Igazából jók ezek a gumik. Figyelj, a leggyorsabb körömtől 95 000-del voltam elmaradva most. És hát van meg, vissza 6 kör. Ezt akartam mondani. Igen. Nekem a muszáj miatt kellett kijönnöm. Szerintem te se jöttél volna ki. Nem. A második helyről. Ó, de hogy jöttem volna. Norriszt kéne utolérnem. Jó, hát azért szeret csúszkálni, de hát ez van. Fantasztikus, ahogy védekezik az AI. Tényleg jó, bejön, kijön. Előztél már azóta? Igen. Óriási különbség van a kopott hard meg a... Ja, mondjuk az jó. Christoph. Az komoly. Másfél másodperccel egy gyorsabb. Atya Isten. Harmincöt százalékosak. Valaki előről még box esetleg? De jó lenne az.
Jó, én azt mondom, jók lesznek már ezek a gumik, tényleg nem megyünk ki, srácok. 5 kör. Reménykedve abban, hogy hát, ahogyha valaki még kimenne. Akár egy defekt miatt, vagy akármi miatt. Vagy egy jó safety. Ott még lehetne kavérnyászni. De az mondjuk most kéne. Igen. Úristen. Na. Hát... Nyilván belül előző őket hallod. Hát itt vagyok Hamilton mögött. Ne szopas. De! Jézusom! Hány pont jár a 8. helyér? 4. 9? 2. Roger. Ja, hogy te vagy Hamilton! Értem az aggódásod. Megint találkozunk akkor. Hát nem bír befordulni a gyerek. No. Nézzük, hogy bármi esély van-e még itt. Hova tűntél? Te kijöttél, vagy mi történt? Igen. Baszki. El akarom venni tőled a leggyorsabb kört most, egy-két pont ér már. Minimum azt. Bocs, szemét vagyok, de... Kénytelen vagyok, mert... Így is csak elhúzol. Világbajnokságban. Testvérem, hát tudod, hogy nagy barátom vagy? Hát nem fogsz te itt mókoskodni. Ez a kis Hamilton. Norris már nagyon messze van, azt nem fogunk tolérni. Két kör alatt. Ennyi volt a softnak a ereje. Jó van. Felhúlyagosodott szerintem. Hát ez ilyen. Hanyadik vagy? 8. Hoppá. Hát így a leggyorsabb körrel együtt, így 5 pont. És a nélkül 4. Így van. Hoppá! Igen, a nélkül. A nélkül 4. Legalább egy picit oda szúrtam neked. Igen.
Basszus, még lenne egy 10 kör. Pont elfogyna a szoftarákba, de... az a tempo, amit most tudok menni... ez valami brutális. Final lap. Hát igen, ez a baj. Pedig itt még lenne pár kör. Ki kellett volna mennem, amikor te kimentél? Igen, lehet, hogy az lett volna a jobb. Bár én lehet nem jöttem volna ki. Mert még Norris nem értem utol még mindig. Hát de én se értem utol Norris, kettőre volt olyan kb. Nekem most három félre van. Na de engem utol értél volna bőven. Hát azt akartam. Azt akartam volna. Á, rossz döntés volt ez részemről. Hogy nem előbb mentem ki, pedig lett volna egy opció. Valami két kör alatt 6 másodpercet hoztam Sainzon. Úristen. Hülye vagy. Ezt te bánokon. És szerintem Fernando Alonso lesz a második, és ez Alpine 1-2. Az komoly. Hát... nem baj. Annyira nem baj. McLaren 7-8. Jó van. Ez 10 pont így. 6 meg 4. Azt mondja... Okon 12. Hű, ha felugrik ám ő is akkor ide az elejébe. Alonso-nak pedig 2 pontja van, tehát nagy problémák ilyen igen. Szempontból nincsenek. Te lettél a nap versenyzője. Igen. És egy Alpine dobogó. És a Perez. 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 37 pontos volt eddig. Ő is akkor előre jön. Hú, srácok. Igen. Hát nekem nagyon nem szép. Úgy alakult, ahogy akartam. És a mindenit. Frissített VB-t majd itt láthatjátok. Yes. Fú, de kemény volt ez. A mindenit. És azt nézem, hogy Leclerc 5. lett, emiatt most ő azért megerősíti a bajnokságot. Bizonyám. Pozícióját. Ezt a mindenit. Fú, hát srácok, találkozunk akkor, nem biztos, hogy jövő héten, de lehet az utáni héten, meglátjuk. És hát akkor innen folytatjuk ezt a csodálatos menetelést. Kemény, nagyon kemény, atyaisten. Úr, 3 másodperccel mentél gyorsabb köröket, mint akik kimaradtak hárdon. Ja. Nagyon szép. Nagyon durva. Többet előbb ki kellett volna nekem is mennem. Hát mindegy, így alakult. Így alakult. Hogyha tetszett ez a videó nektek, akkor nyomjatok rá egy lájkot, köszönjük, hogy itt voltatok. Hello, szevasztok. Sziasztok, ali. Itt van a vége, videó vége, nyomjál egy lájkot, thumbs up. Itt van a Sunfield, azt hiszi végre, elkeni az alap száját. Nem érdekel, hogy mit gondolsz, mert nem volt rövid a videó. Inkább menjél, azt osszad meg, mindenkivel, mindenhol. Nekem ez jó, neked ez tetszik, ne tagad most már valljad be. Hogy? Ez lett a number one, a felső polcról kaptad meg. Kövessél Instán, follow, itt lesz neked a zárszó. Lehetsz te báró, lehetsz te László, csávó, fekete pákó, ey!